Ezen a még rendezetlen területen alakítaná ki a szekszárdi UFC olyan minőségű futballpályát, amin akár NB1-es mérkőzéseket is lehet rendezni. A fejlesztés pályázati pénzből finanszírozzák, a szükséges összeget már meg is nyerték. Első körben 220 millió forintot hívtak le. Több minden szerepel ebbe. Többek között itt is szerepel egy új élőfüves pályának a létrehozása, szintén világítással és öntözőberendezéssel, illetve ahol most jelenleg is vagyunk, a műfüves pálya borításának a cseréje. A pénzből a szükséges hatalmas fényvetők beszerzésére is futja majd. De nem csak itt, hanem az innen néhány méterre található 12.000 négyzetméteres területen is fejlesztene a szekszárdi futballklub a már elnyert pályázati pénzből. Itt a pályázatban négy új oszloppal, teljesen új fényvetőkkel, természetesen a nagy terület kapcsán ezek a világítások kapcsolhatóak, illetve külön-külön működtethetők. Egy új világítást terveztünk erre a részre. Kárpáti Zoltán azt mondja, bízik abban, hogy a városvezetés és a sportközpont is támogatni fogja ezeket az elképzeléseket, hiszen a kivitelezők már mindent letárgyaltak, bármikor tudnának kezdeni.